Kedves nézőink, a következő percekben Veres Sztelijánt, a kolozsvári Szent Mihály plébánia plébános helyettesét köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. És hát ugye a beszélgetésünk lényege a pápa látogatás, a június 1-i csíksomlyói pápai Szent Mise, és ennek minden vonatkozása, hogyha ezt 10 percbe bele tudjuk foglalni. Kezdjük talán akkor azzal, ugye, hogy a pápát Isten földi helytartójaként tartjuk számon, mint olyan. Mit jelent a római katolikus közösségnek ez a, hát az idézőjeles találkozás? Isten helytartója ugyanakkor Szent Péternek az utóda, és minden katolikusnak a feje, mondhatnánk. Hát nekünk nagy öröm már az első pillanatoktól, amikor hallottuk ezt a hírt, hogy talán érkezik a Szent Atya. Ugye 20 éve nem volt lehetőség arra, hogy itt Erdélyben találkozunk a Szent Atyával, hiszen csak Bukarestbe jött el Szent II. János Pál pápa. Most pedig lehetőségünk nyílik nekünk, magyar katolikusoknak megmutatni a Szent Atyának, hogy vagyunk, és hogy mi is éljük a katolikus hitet a legjobban, ahogy tudjuk. Ugye itt ez a periódus sajtótájékoztatókkal telik, programszervezésekkel telik, valójában ügyintézés, a várakozási periódus, de hogy hogyan kell erre a találkozásra úgy igazán készülni? Igen, ezt a kérdést mi is nagyon sokszor feltettük magunknak, hogy akkor mit is kellene tenni. Hát először is próbáltuk egy kicsit megnézni, hogy ki is ez a Szent Atya, aki messzi földről érkezett Európába, hiszen tudjuk, ő Argentinába született, és akkor próbáltuk nézni, hogy milyen az ő teológiája, milyen az ő élete, honnan érkezik, hogyan élt, hol tanult, mit tanult, miért viselkedik úgy, ahogy ugye mondhatnánk mi, hogy szokatlan módon viselkedik, nem európai ember módjára, és ezért is próbáltuk hogy megérteni a jezsuita voltát, az, hogy szerzetes, az, hogy Argentinából érkezett. Ugyanakkor tovább próbáltunk lépni, hogy akkor lelki napokat szervezni ebben a témában, koncerteket szervezni. Most Csíkszeredában volt egy Resurrexit ifjúsági zenei fesztivál, ahol bemutatták azt a zeneszámot, amit Szent Atyának írtak, vagy az ő látogatására írtak, az is izgalmas. Lelki gyakorlatokat, sok mindennel mondhatnánk, hogy próbáltunk hogy lelkileg felkészülni. Június 1-én 6 órával a szentmise kezdése előtt lesznek különböző programok ott az oltárnál, vagy ahol lesz a szentmise. A nyerekben, így van. Szentmise után is próbáljuk még egy kicsit a kedves zarándokokat helyben tartani, hogy nem mindenki induljon egyszerre, és utána is lesznek programok. Úgy tudom, hogy május 31-én minden csíkszeredai templomba este 7 órától szentmise lesz, és akkor egész éjszakán át a templomok nyitva állnak, hogyha a zarándokok messziről érkeznek, és szükségük van egy kis pihenésre, akkor nem csak imával, hanem vízzel is, akármivel tudnak szolgálni az önkéntesek, akik várják a zarándokokat. Tehát, hogy ott meg tudjanak egy picit pihenni. Amúgy a szentmise milyen nyelven lesz? Ugye itt is kérdőjelek merültek fel, a sajtóban lehetett olvasni erre vonatkozó információkat is, latinul, olaszul, végül hogyan döntöttek? Értesüléseim szerint a Szent Atya latin nyelven fog misézni, és olaszul fog prédikálni a kedves híveknek, amit majd mindenkinek az anyanyelvére fogják fordítani. Tehát, hogy lesz fordítás románra és magyarra lesz is, fordítás, ugye? Így van. Tehát, hogy nem kell attól megijedni, hogy nem lesz majd érthető akár az üzenet. Lejárt a regisztrációs időszak. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ha valaki most ébredne föl, hogy ő is el szeretne menni a pápai szentmisére, ő már a kordonon kívül fog maradni. Azoknak milyen lehetőségük lesz mégis látni a szentmisét? Húsvét hétfőn lejárt az iratkozási periódus, az idő, viszont most, hogyha valaki felmegy a pontifex.ro oldalra, akkor láthatja ott, hogy ezzel az üzenettel találkozik, hogy lejárt az iratkozás, viszont, hogyha van különleges kérése, akkor írhat e-mailet a főszervezőknek, és akkor ők esetleg válaszolnak erre a kérdésre. Igen, akinek nem lesz jegye, az a kordonon kívül fog lenni, de biztosítanak képernyőket, amin keresztül láthatják,
hallhatják a szentmisét, hallhatják a szentbeszédet is, mindaz, ami a színpadon folyik. Lelki vezetőként milyen tanáccsal látná el azokat, akik ugye a szentmisére el szeretnének menni? Azért óriási lesz a tömeg, gondolom. Mindenki ott szeretne elől lenni, hogy minél közelebbről láthassa a szentatyát. Milyen tanácsokat adna? Hát nagyon sokan megijedtek attól, hogy olyan tömeg lesz, akkor inkább mi a tévén fogjuk a szentatyát látni. De én arra bátorítom a kedves íveket, hogy jöjjünk el és találkozzunk az élő Péterrel, idézőjelbe Ferenc szentatyánkkal, mert akkora élményben lesz részünk nekünk, akiket ott leszünk, hogy találkozhatunk vele, és átvehetünk valamit abból az örömből, amit ő szeretne átadni nekünk, és ugyanakkor a szentatya erősíteni szeretne bennünket a mi hitünkben, a mi hanyományainkban. Menjünk el, és ne féljünk attól, hogy nagy tömeg lesz, attól lesz szép az ilyen találkozás, hogy nagy tömeg van. Én részt vettem már 3 világifjúsági találkozón, és nem is tudnám elmondani szavakban, milyen szép, amikor az ember ott van 2 millió fiatallal együtt is a Szentatyával szentmisét ünnepelni. És milyen energiákat mozgat az meg. Jól tudom ugye, hogy a Szent Mihály plébánia is szervez zarándoklatot, meg azt hiszem buszos vonatos, ezt majd tisztázza ön, csíksomjói járatot, igen, tehát hogy ebbe avasson egy picit be bennünket, Kolozsvárról, hogyha valaki társulni szeretne, hogyan tud? Nagyon sokat gondolkoztunk, hogyan is lenne jobb az érkezésünk Csíksomjóra. Rájöttünk arra, hogy busszal semmiképp sem jó, és akkor felvettük a kapcsolatot a vasúttal. Ők szívből szeretnének nekünk segíteni, úgyhogy egy speciális vonat indul Nagyváradról, amely megérkezik a kolozsvári vasútállomáson, és ott hozzácsatolnak mint 4 vagy 5 vagont, amiben beleférnek a kolozsvári zarándokok. Mi 400-an szeretnénk ott lenni, és 400-an indulni ezzel a vonattal. Hogyha valaki még mindig szeretne velünk jönni, az hívja fel a plebániát is, akkor lehetősége nyílik, hogy velünk jöjjön. Lehet társulni. Itt közben a nézők a háttérben láthatják a Mária útra vonatkozó felvételeinket, ami hát a kolozsvári Hólyaerdőn keresztül is vezet, erről korábbi adásainkban már beszámoltunk. De hogy ugye lehetőség van arra is, hogy igazi zarándoklatot éljenek meg a nézők, akinek kedve van hozzá, oda is jelentkezni tud. Hogyha valaki tényleg szeretne még jobban belekapcsolódni, és még jobban átélni ennek a találkozásnak az örömét, elindulhat gyalogosan május 22-én Kolozsváron a főtéren, onnan lesz az indulás, és egy jó pár napon keresztül imában énekelve, elmélkedve majd megérkezik június 1-ére Csíksomjón, ahol találkozik a Szentatyával. Hogyha valakinek tényleg erre van kedve, akkor jelentkezzen ugyanúgy a Szent Mihály plebániára, és további részletekkel ellátjuk. Igen, bizonyára interneten, Facebookon gondolom, hogy minden információ fent van. Emeljük ki azt is, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a június 1-i pápai szentmise nem egyenlő a pünkösdi búcsúval, ugye? Tehát, hogy egy picit világítsunk arra rá, és kérdésem ennek kapcsán a következő, nem félnek-e esetleg attól, hogy mivel június 1-én ugye tömeg fogja várni a pápát, a búcsúra kevesebben fognak elmenni? Már az első pillanatoktól, amikor meghallottuk a jó hírt, hogy a Szentatya érkezik Erdélybe, Csíksomjóra, akkor felvetődött ez a kérdés, hogy akkor mi lesz a csíksomjói búcsúval, mi lesz a Szentatyával való találkozással, és akkor idő folyamán eldöntötték azt, hogy meg lesz tartva a csíksomjói búcsú is, meg lesz tartva a Szentatyával való találkozás is, sőt az érsek úr Jakubini György búcsúrangra emelte a csíksomjói búcsút, tehát egyenlővé tette a Szentatyával való találkozást. Tehát a Szentatya látogatását búcsúrangra emelte, jól így értem? Van, értem. Így van. Tehát aki részt vesz a Szentatya szentmiséjén, az búcsúban részesül. Lesznek, akik mind a kettőn részt akarnak venni, lesznek, akik csak az egyiken vagy a másikon. Mi mindenkit arra hívunk, hogy jöjjenek mind a két alkalomra, hisz ez találkozási lehetőség, és ugyanakkor a Jóistennel tudunk beszélni mind a két
találkozáson. Legyenek ott, mert szeretettel várnak mindenkit. Most lehet, hogy kevesebben lesznek a csíksomjai búcson, de attól nem ijedünk meg. Vannak-e amúgy, most idézőjelesen kérdezem a szót, kiválasztott emberek? Arra gondolok, hogy ugye, amikor tévében nézzük a Szent Atya látogatását különböző helyszíneken, akkor vagy vannak olyan emberek, akikkel szóba is áll a Szent Atya, vagy megsimogatja őket, a kezét a fejükre teszik, stb. Gondolom, hogy nagyon sokan szeretnének ilyen élményben is részesülni. Lesz erre alkalom? Lesz egy külön szektor a Kejtemplom bal oldalán, ahol most a parkoló van, ahová a betegeket viszik, vagy azokat az embereket, akik a mozgásokban sérültek, és úgy tudom, hogy a Szent Atya majd egy pár pillanatra ott megáll, nem tudom, hogy fog-e találkozni valakivel személyesen, de hogy lehetőség van erre. És vannak azok az emberek, akik valamiféle szolgálatot fognak tenni a szentmise ideje alatt, vagy szentírási olvasmányt fognak olvasni, vagy adományt fognak hozni a Szent Atyának, vagy egyetemes könyörgést fognak olvasni, és ilyenkor van egy pár pillanatra lehetőség vele legalább a szemébe nézni, vagy kezet fogni vele. És hogy ugye hát mindenki arra törekedne, gondolom, hogy előálljon és lássa a Szent Atyát, vagy lehetőleg oda tudjon neki integetni, vagy elkapjon egy pillantást. Mire lehet készülni? Most ugye Csíkszereda utcai nem olyan nagyon tágasak és szélesek, le is lesz állítva a forgalom, hogyha jól tudom, tehát hogy Csíkszeredában lebénul a forgalom június 1-én, de hogy körülbelül milyen útvonalon lehet követni őt, hogyan lehet legalább egy szemkontaktus elkapni vele? Hát azok az emberek, akik jeggyel rendelkeznek, azokban a szektorokban lesznek, ahová a Szent Atya haladni fog a pápámobillal, úgyhogy ők esetleg láthatják őt annyira közelről, hogy le is tudják fényképezni. Most arról az ötletről, hogy selfie fog készülni a Szent Atya, arról le kell mondanunk. Lehet, hogy lesz egy pár ember, akinek sikerül, mert a Szent Atya nagyon nyitott, és láthatunk az interneten, hogy gyakran készül ilyen selfie a Szent Atyával, úgyhogy ha valakinek adódik, akkor az nagyon jó. Viszont a 100 000 embernek nem lesz lehetőség erre. Bizonyára. És ugye, hogyha itt már arról beszélünk, hogy a Szent Atya milyen nyitott, egy korábbi beszélgetés alkalmával Bodó Márta egyházi újságíró azt is mondta, hogy a Szent Atya kiszámíthatatlan is. Tehát, hogyha éppen úgy van kedve, lehet, hogy bemegy a tömegbe, leszáll a pápa mobilról, erre fel vannak készülve. Igen, nagyon gyakran történik az, hogy a Szent Atya a tömegbe lát egy kisbabát, és akkor ilyenkor mindig megáll, hogyha észreveszi jó idejébe, és akkor megáldja, a kezébe veszi, és ezzel örömet szerez a családnak, de akár a tömegnek, aki több ideig láthatja egy helyen a Szent Atyát. Úgyhogy biztos, hogy a szervezők felkészülnek ilyen lehetőségre is, hogy a Szent Atya meg fog állni valakit látván. Ugye apropó arra vonatkoztatva is, hogy a Szent Atya nem egy tipikus európai alkat, mint olyan, hanem azért melegebb és nyitottabb. Ön melyik helyszínen fog jelen lenni, ezt megkérdezhetem? Június 1-én meghívást kaptam, illetve a Főegyházmegye kérésére a köztelevíziónak a meghívottja leszek, hiszen a köztelevízió lesz az egyetlen média, aki teljes erővel fogja közvetíteni a Szent Atya látogatását Romániába, és a csíksomjai szentmise ideje alatt kommentátorként leszek jelen a Tevere stúdiójában. A bukaresti stúdióban, ugye? És hát mi mindenképpen nem csak a bukaresti stúdió, de hogy a kolozsvári stúdió is jelen lesz Csíksomjón, és beszámolunk mindenképpen a nézőknek az alkalomról. Köszönöm szépen Veres Télián plébános helyettesnek, hogy itt volt és mindezekről beszámolt, és úgy gondolom, hogy további információkkal a Szent Atya érkezéséig még tudnak majd szolgálni. Így van, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.